A nézőinket, mindazokat, akik most kapcsolódnak be Terézvárosi magazinunkba. Mai adásunknak nagyon kedves vendégei lesznek. Elsőként itt ül velem Faragó Laura művésznő, akit szeretettel köszöntök, és akivel azt hiszem egy nagyon tartalmas és érdekes beszélgetést fogunk ma itt ketten lebonyolítani, de mielőtt a művésznővel beszélgetnék, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy itt lesz még velünk a stúdióban ma Domonkos Zsuzsa operett énekesnő, Ráfi Rózsa Ágnessel, hiszen egy nagyon csodálatos népdal, illetve nótaműsorra is meginvitálnánk a kedves nézőket. Élőben láthatják Kis Bernadettől itt a stúdiónkban ma a programajánlót, és találkozhatnak egy nagyon kedves terézvárosi házaspárral, a tarházaspárral, a terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunkban. Én elnézést kérek mindenkitől, igen, reket vagyok, de megpróbálom a legtöbbet kihozni a mai napból. Ebben már is segítségemre volt Faragó Laura, aki a mai beszélgetésünknek az első riportaranya, és akit szívből köszöntök abból az alkalomból is, hogy a hétvégén, illetve augusztus 20-án a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Szívből gratulálok. Nagyon szépen köszönöm, és a te rekedtségeddel kapcsolatban olyan segítséget nyújtottam, de hát látom, ez így hogy, van már. Hogy talán már alkalmazod is, hogy egy picit följebb kellett, itt ugye fáj itt a torkod, akkor kicsit följebb kell ezekre a csont rezonanciákra hozni a hangot, és ezt úgy lehet, hogy a sokat azt mondod, hogy Angéla, Angéla, Angéla. De te elég sok A, E, A-t mondtál, nem az Angéla lényeg, hanem az Engé. Angéla, 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 és akkor látják, kedves igen, nézők, hogy rögtön belepillanthatunk egy olyan szakmába, a hangképzésnek, a beszéd technikának a szakmájába, amelynek tudatos nagymestere Faragó Laura. Laura, téged általában az emberek onnan ismernek, hogy annak idején, amikor a Repülj Páva énekversenyt meghirdette a Magyar Televízió, Magyar Rádió, akkor ott te pillanatok alatt egy országos hírnévre tettél szert. De téged mindenki beskatujázott, mondjuk nagyon sokan mondjuk így, abba a népdal világba, amelyben akkor hírnevet szereztél. Azonban azt nagyon kevesen tudják, hogy mennyi mindent csinált még mellette Laura, hiszen fesztivál énekesként, oratóriumi énekesként, pedagógusként nagyon sokat tettél le az asztalra. Szerinted ez a Magyar Érdemrend tiszti kereszt kitüntetés, amit meg is mutatok, mert csodálatosan szép a kedves nézőknek. Ez a pályafutásodnak melyik szakaszához köthető elsősorban? Inkább az mondatod első felére reagálnék, hogy be vagyok skatujázva. Én is ezen gondolkoztam, hogy ez egy ilyen beskatujázós ország. Valahogy szokatlan, hogy valaki több dolgot is csinál, pedig én úgy gondolom, hogy egyik feladat erősíti a másikat. Minél több feladatod van, annál jobban tudod az egyiket. Ez olyan, mint egy nyelv. Egyel több nyelvet tudsz, a saját anyanyelvedet is jobban ismered és jobban beszéled. Volt nekem egy csodálatos barátnőm, sajnos már nem él, dr. Supka Magdolna művészettörténész, amikor a Bocskai úton laktam, a szomszéd asszonyom volt, és együtt mentünk a piacra vásárolni, meg lángost enni. És amikor dilemmáztam, hogy most tanítsak a művészet mellett, vagy ne tanítsak, azt mondja, anyám, mert nagyon-nagyon jó pofa asszonyság volt, anyám, tanítsál, mert sokkal könnyebben fog menni az éneklés is. Minél több dolga van az embernek, annál jobban megerősödik, és az eredet is annál jobban megy. Úgyhogy igaza volt, mert 1970-ben volt ez az első Repülj Páva népdalverseny, amikor tényleg a népdal énekléssel ismertek meg, csak a sorsom úgy alakult, hogy kikerültem Berlinbe éneket tanulni, mert Magyarországon csak opera stúdió volt, és az én hangom nem predesztinált opera éneklésre, nem volt egy nagy ágyú hangom, viszont nagyon érzékeny és nagyon muzikális voltam már egy tanári diplomával a zsebemben, magyar énekszakos tanári diplomával a zsebemben, és Kodály Zoltán és Sárika javasolta, aki ott ült a Repülj Páva zsűriében is, hogy Németországban, Berlinben Freiwald Lange
professzorasszony oratórium és dal énekesi kurzusokat végez, és akkor ott a főiskolára engem föl is vettek rendes hallgatónak. Könnyű volt kimenni a főiskolára, tehát oda jelentkezni, vagy pedig ahhoz kellett valami úgymond protekció, vagy egyenes út volt. Ez, ugye, és azt sem tudom jelen pillanatban, de hát az én tudatlanságom, hogy ez Kelet-Berlint, vagy Nyugat-Berlint. Ez Kelet-Berlint természetesen, még át sem mehettem egyszer se Nyugat-Berlinbe, mert én 76-tól 78-ig voltam, 1976 és 78 között 2 évig tanultam, itthon 2 évig zeneakadémiára jártam, de tényleg ez az opera éneklés akkor valahogy engem nem érintett meg. Bezzeg most, hogy kenyerem legjavát megettem. Most meg oda vagyok az operáért, szerintem érzelmileg is meg kell ahhoz érni, hogy az ember ne kacagjon, ha egy Violetta meghal, és utána még énekel egyet, ugye? Hanem át kell élni azokat a haláleseteket, meg fájdalmakat az embernek, hogy ezt a külső megoldáson ezen át tudjon lépni, és csak az érzelmeit fogja föl az áriának. Úgyhogy még egyszer születnék, akkor nem állnék meg a népdal és oratóriumnál. De hát lehet, hogy majd... Ugye valakitől azt hallottam, hogy egy ilyen énekesi hivatás, mint egy opera éneklés, arra külön születni kell, és Sáljapinról mondták, hogy generációkon keresztül érlelődött, hogy ki dobott az anyaföld egy gyémántot, mint ahogy a szén is megérik gyémántá. És akkor elkezdtem figyelni, hogy tulajdonképpen Sáljapinnak az édesapja is templomi kórusénekes volt, akkor figyelt az ember a Pavarotti, tőróla is hallom, hogy templomi kórusba kezdte, mint édesapja, akkor a Péter Schreyer a fiú énekarba, a keletnémet híres tenorista volt. Tehát végül is az, hogy kidobjon egy zsíros anyaföld végül is a szén helyett egy gyémántot, ahhoz generációkon keresztül kell érlelődni valaminek. Úgy látszik, hogy én még nem értem meg erre a csúcsra, ami egy nehéz súlyú éneklés, de ahogy Bartók Béla mondta, hogy a magyar népdalaink is egyenértékűek a legmagasabb zenei műremekekkel, csak kicsi formában. Tehát én ilyen miniatúrákat készítek, és a miniatúra festők lehet, hogy ugyanolyan szépet alkotnak, mint a nagy pannó festők, a nagy fal képfestők, úgyhogy egyáltalán nem bántam meg, hogy a sorsom erre terelgetek. Ez egy érdekes dolog, amit most mondtál, hogy az operát tartod a nagy falfreskóknak, akkor most én talán így nevezem, és amit te csináltál miniatúráknak, ez azért is izgalmas számomra, hiszen az éneklés maga, illetve az egész művészeti világ annyira színes, annyira sokféle. Rengeteg műfaj fér meg benne. Gondolj be, hogyha mindenki csak operát énekelne, akkor mennyire egysíkú lenne az egész. És hogy mi mindenen nővünk föl. Amikor most készültem a mai beszélgetésünkre, olvastam egy nagyon jó cikket, amit ajánlok a kedves nézőknek, Mányoki Endre írta, és abban a hangodat úgy jellemezte, mint az épületeknek a csipke kövezeteit. És én most magam elé képzeltem mondjuk a Mátyás templomnak azt a kis csipkés kövezetét, hogy úgy száll a hangod, úgy repít a magasba, olyan finomságai vannak, mint ezeknek a kis kőcsipkéknek. Tehát nem kell szerénykedni, az nem olyan biztos, hogy operás hatalmas hanggal kell rendelkezni ahhoz, hogy maradandót lehessen alkotni. És még egy gondolat eszembe jutott, hogy említetted az opera éneklést és a dal éneklést, az operához meg kell élni. Na, a dalhoz is meg kell élni. Én 18 éves voltam, amikor tanultam a Schubert dalciklusát. És hát ugye, mint kis szűzlány, meg nem tudom, nem nagyon dolgok, tudtam a világ dolgairól, és volt egy dal, amelynek az volt a szövege, hogy a lótusz kelyhét tárja, hogyha jő az éj. És én énekeltem, a kis iskolásom, és az énektanárom csak regyített, hogy na majd egyszer megérted, és nem is tudtam, hogy mit kell megérteni, hát ma el tudnám énekelni, tehát a dalokhoz is meg kell érni. Hogy nem, minden magas művészethez meg kell érni, csak úgy inkább azt mondom, hogy az operának ezekhez a
nagyon erőteljes érzelmeihez kell, mert szemérmes az ember, és nem nagyon meri ezeket a nagy érzelmeket még fölvállalni, meg át se élte. Na most a dala már inkább kicsit intellektuálisabb műfaj, de hát ott is szimbólumrendszereken épül a költészet is, úgyhogy valóban ez a Lotus kelyhét kitárja. Hát ugye ez is átvitt értelme, egy kislányka, mert szép tavi rózsára gondol, aztán az végül is ugye tudjuk, hogy az élet mennyire hát gazdag, és több rétege van, mint egy hagyma héjának, soha nem jutunk el igazából a teljességhez, csak kerülgetjük. Most a kis kereszt, vagy ezzel a tiszti kereszttel kapcsolatban, így a napokban kaptam, és jöttek hozzám az unokáim. Nekem 6 unokám van, de a legidősebb már egy 12. évében lévő nagylány, és hát nagyon komolyan lehet már vele beszélgetni. És akkor úgy valahogy meg kellett magyaráznom, hogy mi ez a tiszti kereszt, és akkor mondtam neki, hogy tudod, Lucuska, a mamának nagyon sok keresztje van, mert minden munka egy vállalás, egy kereszt. Először is van ez a csodálatos keresztem, az éneklés. Na, számoljuk csak össze. Akkor mutattak is újjába, hogy éneklés. Akkor van a csodálatos keresztem, a tanítás, az 2. Van egy csodálatos férjem, az a 3. keresztem. Akkor van 2 nagyszerű fiam, ugye a Dávid és a Gábor, akkor mondja, igen, ez már 5 kereszt. Akkor vagytok ti 6 unokák. Az már, jaj, mama, az már 11 kereszt. Uh-huh. És mondom, 10 évvel ezelőtt kaptam egy kis keresztet, az 12. kereszt, mert a köztársasági érdemlen tiszti keresztje, az már egy középfokozat, hogy van egy kis keresztem. Úgy látszik, hogy 12 kereszt után az egy tucat jár egy nagy tiszti kereszt, úgyhogy most tiszté vagyok avatva keresztcipelésben. Elkacagtuk magunkat, föl is tettem így a kereszteket, hogy lássák a gyerekek, de mondom, ez nem hordhatom, mert hát, tehát végül is ez nem arra szolgál. De hát ennyit a keresztcipelésről, hogy a Subkamannára visszatérve, hogy minél több terhet kap az ember, annál könnyebb lesz. Nem összegződik a súly, hanem inkább levevődik a súly. De mennyire érdekes, hogy az ember, ugye a kereszt szót, ahogy használtad, és ugye azt mondja az ember, hogy van egy keresztem, akkor általában azt nehézségnek szoktuk nevezni. És ahogy te említetted ezeket a kereszteket, ezek pont azt lehet mondani, hogy lehet, hogy nehéz keresztek, de mindegyik könnyebbé tesz, és szebbé és gazdagabbá az életedet. Tehát ez egy nagyon érdekes hasonlat volt. És tegyük hozzá még, hogy Faragó Laura az elmúlt évben még egy kis keresztet kapott, hiszen Terézvárosért kitüntetésben is részesültél, és elismerésben, amely a pedagógus tevékenységednek volt köszönhető, hiszen itt a zeneiskolában, igen, a Tóth Aladár zeneiskolában évek óta tanítottál, és ha a hír igaz, aminek nem fognak itt, azt gondolom, nagyon örülni sem a pedagógusok, sem a szülők, idén abba hagyod a tanítást, és nem kezdesz újabb évet. Miért? Hát nézd, a 66 évemet betöltöttem, és arra gondoltam, hogy édesanyám még 55 éves korában menj nyugdíjba, és már előtte hogy várta, hogy otthon lehessen, és az otthoni feladatait jobban el tudja látni, és én még ráhúztam akkor tulajdonképpen 9 évet, és... 11-et. Vagy 11-et, hát számtamban mindig rossz voltam. Eddig nagyon érdekes matekorára visszatérve, gimnáziumban. Én tényleg volt egy válság olyan másodikos, harmadikos gimnazista koromban, amikor valahogy nagyon nem érdekelt a matek, és lemaradtam. Akkor már nagyon komoly zongoradarabokat játszottam, és zeneakadémiára készültem karvezetés szakra, vagy ének tanár jelöltnek, ugye szegedi főiskolára föl is vettek, aztán magyar ének szakra. Szóval, hogy megálltam matekból, és hát nagyon izgultam, hogy évvégén, harmadik évvégén megkapjam a 2-est, mert azért egy 1-essel egész nyáron tanulni kell. Igen. És utólag tudtam meg, hogy a matek tanárom bement a tanáriba, és az igazgató bácsival ezt megbeszélt, hogy Laura most 1-es vagy 2-es, és akkor azt mondta az igazgató bácsi, hogy kis karmesternek kis 2-es jár. Ugyanis az énekkart én vezényeltem, amikor a csodálatos énektanárom volt Anker Antal, aki a 16. kerületi
énekkaroknak a legjobbikát vezette. Igen. Mi voltunk ugye a legjobb kórus a kerületben, Antalan. Sőt, lehet azt mondani, hogy Budapest szerte. Budapest szerte. Akkoriban a Szerb Antalnak a kórus az. Igen, nagyszerű volt. És mikor az Anker Antal a budapesti Madrigál kórussal elment énekelni, mert ő tenor szólamot énekelt a Szekeres Ferenc féle Madrigál kórusba, az is egy unikum volt, hogy Magyarországról már külföldre kimehetett egy ilyen kisebb csapat, és úgy engedték csak el, hogyha az iskolai ünnepségen valaki elvezényli a himnuszt, meg a szózatot. És hát természetesen én voltam az, aki ezt elvégeztem, és ezért mondta az én igazgató bácsim, Kovács Dénes tanár úr, hogy kis karmesternek kis kettes jár. Egyébként, hogy a művész palántákat hogyan segítették általában a pedagógusok, ez annyira jellemző, hiszen ugye már én is pedagógus fejjel, meg egyéb visszafelé tudom és hallom ezeket a történeteket, meg aztán tapasztaltam is, hogyha egy gyerek tehetséges volt valamibe, akkor a tanárok természetesen összeálltak és megpróbáltak. Úgy se lesz sokszor a szükség arra a matematikára, úgy se lesz a fizikára, legyen belőle zenész, legyen belőle előadó művész, vagy esetleg egy jó zenetanár, és akkor igen, segítsük meg, és ne kelljen ezzel megküzdeni. Ez nagyon szép dolog. Igen. A Mésző Dezső Lyukas órát vezettem, ebben a műsorban majdnem 10 évig közreműködtem, és nagyon sokat beszélt az édesapjáról, Mésző Gedeon bácsiról, a Gida bácsiról, aki József Attilát is tanította, mert Szegeden volt, a finnugor tanszéket vezette, és a következőt mondta a Mésző Gida bácsiról, az édesapjáról, hogy nagyon jó arcmemóriája volt, és akiket a vizsgán megismert, hogy látta az óráin, annak rögtön adott egy 5-öst, hogy ismerem, tehát hallgatta az előadásaimat, én olyan nagyszerű előadó vagyok, hogy biztos mindent tud, amit a szakmából kell, 5-ös. Akit pedig nem ismert föl arcról, mert sokat lógott és hiányzott, egy pár kérdés után azért megkapta a 4-est, mert mondta, hogy biztos, Hódmezővásárhelyen biztos nagyon jó magyar tanár lesz, ha nem tudja olyan jól a finnugrisztikát. Egyébként a nyelv a számodra szerintem egy meghatározó dolog. Nem csak az éneklésnél, hanem egyébként is. Talán egy picit beszéljünk a családodról, mert ahhoz, hogy valaki aztán lovagkeresztet kapjon, tiszti keresztet kapjon, elismerjék, jól érezze a bőrében magát, jól érezze magát a szakmájában, mint te, ahhoz kellett egy családi indítatás, és a ti családotok az egy nagyon markáns, veretes, kemény anyanyelvi gyökerekkel rendelkező református család volt, mind a két ágról, édesanyai és édesapai ágról is. Valóban annyira meghatározó volt ez? Igen, hát valóban a szülőktől indul ki tényleg a gyökérből minden, a szár is, meg a virág is. Úgyhogy édesanyám sorsa különleges volt, mert ő református papnak volt a lánya, tehát az én nagypapám Somogy megye református esperese volt, de, és a nagymamám pedig, tehát édesanyámnak az édesanyja pedig az első női tanítónő volt, mert akkor még nőket nem vettek föl a kecskeméti képzőbe, csak férfiakat, de mivel az ő anyai apukája volt az igazgatóbácsi, és saját lányát felvette. Tehát tulajdonképpen tanító és papi ág volt az édesanyám részéről, majd apámra visszatérünk, és 1918-ban volt a híres spanyol influenza járvány. Csak így mondjuk, hogy meghalt spanyolba. Úgyhogy 1918-ban meghalt ez a nagymama, és édesanyám 2 évesen árva maradt, csak akkor volt már egy 1 éves kis húga, Laura, aki a keresztmamá és a nevemet kaptam, és a nővére. És 3 árva kislány maradt egyedül. Aztán később a nagypapám megnősült, született 3 fiú, de az édesanyja elvesztése a számára egy olyan örök szomorúságot adott, ami a művészetet meg eléggé az elmélyülés segíti azért a bánat. És a nagypapa is meghalt, amikor édesanyám 17 éves volt. Tehát édesanyám 16 évesen mindkét ágról árva maradt. És ő annyira a vallásban és a Bibliában és a művészetekben kereste a kapaszkodót, tehát édesanyám volt egy olyan, szokták mondani, hogy ugye a kagyló igaz gyöngye is egy kis sérülésből keletkezik, tehát valójában édesanyám már egy lelki igaz gyöngyé vált.
és úgy, mint paplány, istenfélő volt, és minden terhességet vállalt, 11 gyermeket neveltek föl, 14 gyermeke született, csak ikrek meghaltak, és 11 gyermeket hát életre hívott a Jóisten által. Ezt azért mondom, mert egy döbbenetes élményem van felnőtt koromban történt otthon, amikor nekem is megvolt a két fiam, és ebéd után ugye lányok hazamentünk Pécelre, gyerekeket lefektettük, megebédeltettük külön, és utána ebédeltünk és beszélgettünk, amíg a kicsik föl nem ébrednek a délutáni alvásból, és akkor édesapám meséli, hogy beszélgetés volt. Pont volt egy nagyon-nagyon híres országos portfelkavaró, hát úgymond abortusz ügy, tehát egy ilyen terhesség megszakítási ügy, talán így finomabban tudom mondani. És akkor édesapám megszólalt, hogy hát nálunk egyszer merült föl a családtervezés az életünkben, pont amikor téged vártunk, Laurám. Ugyanis édesapám, és mondtam édesanyának, hogy menjen el orvoshoz. És anyátok úgy nézett rám, mint a gyilkosra, és azt mondta, hogy a megfogant Isten csak rendeli valamire. És még utána 5 testvérem született. Na most én aztán ezen elgondolkoztam, hogy miért pont nálam? Édesapa 48-ig főjegyző volt. És 1948-ban, már történelemből majd a fiatalok fogják tanulni, volt a racionalizálás éve, ugye 45 után, pár év múlva, meghatározták, aki az előző rendszer köztisztviselője vagy főtisztviselője volt, azt csere révén leváltották fizikai munkásnak, és édesapám elkerült Nagykanizsára, a téglagyárba. Utána a kőbányai porcelángyárba került, de előtte a kőbányai téglagyárba. Tehát, mint téglagyári munkás, volt 5 gyermek. Én voltam a 6. Ő nagyon is felelősséget érzett azért, hogy hát miből fogjuk etetni a gyerekeket. És édesanyám azt mondta, hogy az Isten báránykát ad, legelőt is ad hozzá. És apukám elég hamar kikerült ebből a nagyon nehéz fizikai munkakörből, mert amikor a fizetését aláírta, főnöke meglátta, és azt mondta, hogy hát magának milyen szép kiír zsinór írása van, biztos nem mindig itt kereste a téglagyárba a kenyerét, és mondta apám, hogy én voltam Szada főjegyzője, és 2 héten belül a főnöke megfogta, kiemelt, és a könyvelési csoportra tette, és akkor már könyvelő lett, és egy kicsit több fizetést is kapott. Igen. Milyen érdekes, ugye, hogy azért ott is az értéket az értelmesebbje észrevette, és megpróbálta jó irányba terelni. Hát meg mindig embereken múlik, egy jó szívű emberen. Van egy nagyon szép szerzetesek mondása, nagyon szeretem, hogy a mennyországba vezető út emberekkel van kikövezve. Látod, ezt ugye, így még nem hallottuk, de ez jó. De tényleg így van, hogy édesanyámékon is mindig volt, aki segített, sokszor meg se tudtuk, hogy ki az, aki segített, és itt vagyunk. 11-ből 10 egyetemet végeztünk. Igen, hihetetlen, hogy manapság, ahol, és az is érdekes számomra ez a beszélgetés, mert utolsó percekbe értünk, hogy manapság már 2 gyereket is nehezen vállalnak a fiatal családok, a fiatalok, mert azt gondolják, hogy tényleg bizonytalan állás, bizonytalan a megélhetés, nem lehet tudni, hogy mi van. Mi történik a világban? Ez a kivándorlás, bevándorlás kérdése, azt hiszem mindenkit nagyon-nagyon foglalkoztat. És akkor sem volt könnyebb világ a háború után, 1944-45-48. Igen, de akkor mindenki szegény volt. Tehát most úgy kinyílt az olló, és ez sokkal nehezebb elviselni, ezt a nagy különbséget anyagi fizetésben, mert akkor háború után mindenki szegény volt, és senki nem szégyelte, hogy szegény, szóval nem volt összehasonlítása, nem nagyon volt. Hát igen, meg a kommunikációs ebbe nagyon-nagyon nagy szerepet játszik, hogy mennyire elged láttatni, de és megmutatni innen a világból. Én hiszek abban, nekem is van egy olyan csodálatos növendékem, pont itt kezdte a Tóth Aladár zeneiskolába, és most már népi énekszakos Sárközi Márika, ők is 8-an vannak testvérek, és mindenük megvan. Szóval tényleg ma is hiába nyílt ki az olló, de mindig van olyan védőháló, amely aki szorgalmas.
tanulni akar, van akaratereje, az biztos, hogy nem süllyed el. Ebben én hiszek, szorgalomban. Nagyon a legfontosabb, mert a tehetség az van, de a tehetség is elhallódik, és csak szorgalommal lehet tulajdonképpen ebből a tehetségből valamit, hát úgymond kihozni. Mit fogsz csinálni nyugdíjasként? Hát elég sok tervem van. Egyrészt nemrég jelent meg egy könyvemnek a második kiadása, Szülőföldem zengő anyanyelvem. Én akkor 36 íróval beszélgettem még 2000-ben, és mivel ez olyan sikeres volt, hogy második kiadást is most a könyvhétem megírt, hát vannak terveim, most egy riportsorozatot kezdtem a Somogy folyóiratba, művész kollégákat kérdezgetek, művész kollégákkal beszélgetek, és hát egy kicsit így összegezni szeretném szellemileg is a munkámat, és egy kicsit kilépve a zenéből, egy nagyobb, nem csak a népművészet, hanem művészet felé nyitok, mint kérdező partner. Úgyhogy de hallom, hogy egy kicsit köhögsz is, úgyhogy nyugodtan igyál egy kis vizet, hogy nehogy. Próbáltam itt, hát hiába ez a vírus, ez nem kimél egyikünket sem. Igen. És akkor a rádiós műsoraid a Bartók Rádióban, illetve a Katolikus Rádióban láthat, vagy hallgathatóak hát lesznek újra? Nekem nem lesz hallható, mert ez 2 évig volt, 2000 és 2002-ig egy nagyon komoly rádióriportsorozatom. Abból lett ez a könyv. Igen, a 36 íróval beszélgetek, és mind a 36 írónak a kedvenc népdalát ráéneklem CD-re, és a CD melléklentként ott van. Úgyhogy most már például olyan dolgom is volt nyáron, hogy egy nemzetközi táborban kiosztottam a 36 író kedvenc népdalának a címlistáját, és akkor választottak: Csukás István népdalát szeretnétek megtanulni, vagy Cigány Györgyét, és ezt nagyon tudom tovább fejleszteni, és a Katolikus Rádióban is volt Zene és Poézis címmel 2 évig tartó sorozatom, de én nagyon stresszes voltam a rádióban, érdekes. Tehát megtanult énekesi szöveggel semmi izgalmam nem volt, és amikor a rádióba kérdezni kellett, tehát nem tudom, te halálra izgulod-e magad, de az biztos, hogy én teljesen leizzadtam minden riport után, de úgy látszik, hogy ezt is évtizedekig kell mindent csinálni, én csak 2 évig készítettem ezeket a sorozatokat, de van terve. Valószínűleg, hogy te úgy érezted, hogy izgulsz, és abból a nézők az ég adta világon semmit nem tapasztaltak. Én viszont megköszönöm, hogy itt voltál velünk, kedves nézőink, remélem, hogy Faragó Laurával még nagyon sokat fogunk találkozni a különböző pódiumokon, hiszen mint oratórium énekes, mint népdal énekes, mint énekes és előadó művész valószínűleg a pályát nem fejezi be. A tanítást egy időre mellékelni fogod, én szerintem majd fogsz újra tanítani. Terézváros sért kitüntetésben 1 évvel ezelőtt részesült, most pedig megkapta augusztus 20-án a Magyar Érdemre tiszti kenyesztét, amihez szívből gratulálok, és köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és örülök, hogy megoszthattuk a gondolatainkat. Köszönöm szépen.